hazánkba látogató külföldi turisták számára, az egyénileg és csoportosan érkező turisták számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megismerjék hazánkat gazdaságításban és politikai életét, hogy barátokat találjanak, hogy közösségben vegyenek részt. Fölkértünk szakértőket, előadókat, újságírókat, tudósokat, társadalompolitikával foglalkozó szakembereket, egy-egy téma szakértőjét, egy-egy téma alaposabb ismerőjét, akik rövid bevezető után vállalkoztak a vitára, a beszélgetésre. A világ legkülönbözőbb tájairól érkeznek fiatalok hozzánk, akik közös kapcsolódási nyelvként az angolt választották. Sport. Az első nap után 1-1-re áll a Magyarország-Svájc Davis Kupa teniszmérkőzés. Előbb Taróci 3 játszmában nyert Hlászek ellen, majd Csépai szintén 3 játszmában kikapott Stadlertől. Taróci mérkőzéséről adunk most egy rövid összefoglalót. A riporter Knézi Jenő. Bejön a hálóhoz, és jó az átemelés. 40 mind. Szépen helyezett labda a sarokba. Hlászek ront, nem tudja megölni. Igen! És meg is van a mérkőzés. Moszkvában a jó akarat versenyeken női kézilabda válogatottunk 26-15 arányú vereséget szenvedett a Szovjetuniótól. Moszkvából érkezett az a jelentés is, miszerint Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, ma fogadta Ted Turnert, az amerikai CBS TV társaság tulajdonosát, aki az egyik kezdeményezője a jó akarat versenyeknek. Idehaza újabb csúcsokkal folytatódott az országos úszóbajnokság. A nőknél a 200 méteres mellúszásban Paul Anett gyorsan Ormos Edit javított az eddigi legjobb magyar eredményen. A 100 méteres hátúszásban Varga Dóra nyert rekorddal. A férfiaknál a 100 méteres sprint számban Szilágyi Zoltán úszott csúcsot. Végül egy filmbeszámoló a madridi kosárlabda világbajnokságról. A fehérmezes jugoszlávok 50 másodperccel a befejezés előtt még 9 ponttal vezettek a szovjetek ellen. Már szinte mindenki biztos volt a győzelmükben, de a szovjet válogatott rövid idő alatt 3-szor is 3 pontos kosarat ért el, és ezzel ugye egyenlített. Hosszabbításban övék lett a győzelem is, így vasárnap a Szovjetunió játszott az Egyesült Államokkal a világbajnoki címért. Éjszaka főként a nyugati és a déli délkeleti ország részben várható sokfelé záporzivatar. Hajnalra csupán 13-18 fok közé hűl a levegő. Napközben az ország nagyobb részén valószínűleg csak rövid napos időszakok lesznek. Az ország középső vidékein hosszabb időre is kisüthet a nap. Záporok várhatók, helyenként heves zivatar valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke 26-31 fok között várható, tehát meleg marad az idő. A viharos szélökésekkel kísért záporok, zivatarok csak átmeneti, rövid ideig tartó enyhülést hoznak majd. Holnap tehát még meglehetősen melegünk lesz, a vitorlássportok kedvelői is kapnak majd bizonnyal szelet. De vannak a világnak olyan tájai is, ahol a hőmérséklet kérem szépen 10 fokkal haladja meg azt, ami nálunk holnapra várható. Az Egyesült Államok délkeleti részén például már hetek óta tart a hőség. Nos, búcsúzóul néhány hűsítő filmkocka Amerikából, és ehhez innen csak annyit, hogy jó éjszakát. Buzdai Józsefet és a híradó munkatársait követve, kollégáim nevében én is elbúcsúzom önöktől. De még mielőtt befejeződne mai adásunk, olvassuk el a képújság oldalain, hogy mi mindent láthatunk holnap itt az egyes programon. Jó éjszakát, viszontlátásra!